ajánlom mindenkinek, van egy meglepetés vendégem. Aki nem ismeri, ő Andi, az Inside My Head csatornáról, lent találtok linket, ahol fel tudtak rá iratkozni, illetve itt is. Vettünk fel videót az ő csatornájára is, azt is megtaláljátok itt meg a boxban, illetve most mi is felveszünk egy közös videót, amiben a kedvenc kliséinkről fogunk beszélni. Fun fact! Nagyon nehezen szedtük össze ezt a listát. Alapból úgy indultunk neki, hogy azokat a kliséket fogjuk összeszedni, amit utálunk, mert a közös gyűlölet nagyon jó összekötő kapocs két ember között. Viszont én rájöttem, hogy én ezt a kérdést már megválaszoltam a saját Lipster videómban, úgyhogy nem is feltettem volna meg, úgyhogy shifteltünk erre, és nekem egy hét volt összeszedni a válaszokat. Andinak még nincsenek meg a válaszai. Örülök, hogy itt lehetek. Akkor lássunk is neki. Nekem az első, ami mindig megdobogtatja a szívemet, meg nagyon-nagyon szeretem, az a jól ábrázolt, hatalmi különbségű kapcsolat. Leggyakrabban ez így egy jól működő tanárdiák, ahol a tanár egy ilyen tipikusan apa, anya figurát is fölvesz, és nem semmi romantikus, azt nem szeretem, viszont a jó tanárokat, azokat nagyon. Most fogtam fel, hogy miért ezt választottad. És ennek egy nagyon jó példája van az Azkabani fogolyban, mint Lupin és Harry közötti kapcsolatot. Imádom. Én is. Meg amúgy a Harry Potterben vannak elég jó tanárok, tehát még Megalagon is szerintem ide sorolható. Biztos a saját körzetében Bimba meg Flitwick és ugyanilyen. Snippet nem biztos, hogy ide ragnám. De Lupin és Megalagon az így tökéletes példája ennek. Most, hogy így ideosztod az Azkabani fogolyt, ez biztos mondani eszembe jutott, hogy én nagyon szeretem azt, de ez nem tudom, klisé ez, amikor az ilyen időutazás jól van felépítve. És szerintem a Harry Potter 3-ban az nagyon jól működött. A Harry Potter 8-ban nem, de mindegy, szeretjük is el. Tehát, hogy én például azt nagyon szerettem ebbe a 3-as részbe, és szerintem azt a filmen is elég jól hozták, hogy ez mit jelent, de ez nem tudom, klisé. De... az. Most... akkor ez egy klisé! Yeah! Nekem a második az... Elég nehezen tudom megfogalmazni, de tipikusan szeretem azokat a karaktereket, akik jók. Tehát nem ez a Grimdark-féle nagyon realista, nagyon gonosz ábrázolás, hanem ezek az eszményképek, akik inspirálnak másokat, hogy ők is segítsék meg saját magukat, és ők is jók, és ilyen erkölcsi iránytűk, és nagyon, nagyon szeretem ezeket a típusú jó karaktereket. Ennek a tipikus példája amúgy Amerika kapitány. Nagyon, nagyon szeretem Amcsi kapcsit. Illetve nagyon valószínűség szerint ezért szeretem a Tróját is, mert az is tele van. Hát, görög hősök, mi mások legyenek, mint erkölcsi iránytűk. Most megint erre fogok reflektálni. Én annyira nem vagyok oda ezért a típusért, például Amcsi kapcsit sem. Mármint nagyon szeretem a filmeket, meg tök jó, meg Chris Evans, meg mit tudom én. De én jobban szeretem azokat a fősöket, akik jók, csak van bennük egy ilyen apró konfliktus, tehát például nekem Vasember. Tehát, hogy benne van ez az ilyen arrogancia, de amúgy egyébként ő próbál jó ember lenni, és nekem ez a fajta ilyen karakter az úgy általában jobban bejön. Nekem ilyen klisémániám az egybevonok kettőt, az a bentlakásos suli plusz könyvmoly főszereplő. Vagy suliba járós és könyvmoly főszereplő, vagy ezt a kettőt nagyon imádom, és valószínűleg emiatt szerettem a Szent Joanna Gimit is olvasni, bármit is gondoljak róla most már így utólag, vagy például nemrég olvastam a Minden mindent, és ott is a főszereplő könyvmoly. És olyan jól, igen, Hermione is egyébként ugye ide sorolható, meg az egész Harry Potter, tehát hogy én ezeket nagyon szeretem annak ellenére, hogy egyébként már tök unalmas valahol ez is, mert már annyi ilyet olvastunk, meg a Harry Potter után annyi ilyen jött, valahol a Csontvárost is egy picit ide sorolom az egész intézmény jellege miatt, de a Vampire Academy, azt is imádtam. Tehát, hogy én ezeket nagyon bírom. Bár tudok egyet, amit utáltam. A Hex Hall. Atyaisten. Annál kritikán aluli bentlakásos, varázslós súlyos... Az Evernet. Az is, de a Hex Hall durvább. Tehát a Hex Hall durvább. És sokan szeretik a Hex Hallt. Az Evernightet is. Azt mondja, az Evernight. Az így miért jó? A mai napig nem. Az az egyet, nem, két félcsillagos értékelésem van a molyom, az egyik az Evernight. A varázslók is vicces ebből a szempontból, mert bentlakásos, sulis és rühellem, mint a szap. Nekem a harmadik az nem tipikusan klisé, tehát nagyon nehezen tudok rá példát találni, mert filmekben sokkal gyakoribb, és ez van, hát így jártam. De... ez, amikor a főszereplőnek van egy sötét
hasonmása, aki kb. Ugyanazt az utat járja be, mint ő, viszont egy teljesen más végkövetkeztetésre jut, tehát valamiért az erőnek a rossz oldalára jut. Le is spoilereztem, hogy ez Luke és Darth Vader a Star Warsból, illetve irodalomban a leggyönyörűbb példája az Frodo és Gollum a két toronyból, mert az egy eszméletlenül komplex, tehát ebben még az is benne van, hogy mindkettő látja a másikban a jót, tehát Frodo látja azt, hogy Gollumban hol van a jó, és Gollum is látja a másikban azt, hogy ő hogyan tudna kimászni a Gollumságából, hogy újra Sméagol legyen, és ez egy nagyon jó írói trükk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nehéz volt kicsit összeszedni, mert általában mindig az jut eszembe, hogy úgy, de utáltam, amikor ez volt. Na de az nem szeretem klisé, hogy amikor nincsen szerelmi háromszög, tehát hogy az, hogy mit csinálok. Viszont eszembe jutott egy olyan, amit nem tudok levetkőzni magamba, ez pedig az átlagos, nem túl szép, közösségből kiutált lány beleszeret a menő srácba, és a menő srác észreveszi. És erre meg annyi film épül, meg könyv, meg minden, és azért nem tudok haragudni rá, mert én valahol mindig ide pozícionáltam magamat, tehát hogy mindig ez az ilyen esély, hogy valamikor egyszer majd észrevesz valaki, aki ez az ilyen menő, meg mit tudom én, és gagyi, iszonyat gagyi tud lenni ez a fajta sztori, de én mindig ilyen megbocsájtó vagyok ezekkel. Most együtt érzem a bólogat, vagy nem tudom. Nem igazából. Ennek a trópnak van egy olyan negatív formája is, hogyha a lány nagyon ilyen önbizalmatlan. Nincs önbizalma. Önbizalom hiányos. Köszönöm szépen. Tehát önbizalom hiányos, és folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ő nem szép, hogy ő buta, hogy ő nem való ehhez az emberhez, és így ennek ellenére is ott van az a nagyon menő srác, aki bizonygatja, hogy de, ez annyira nem realisztikus, nem. Tehát az önbizalom hiány az egyik legrosszabb tulajdonság, ami nem attraktív egyáltalán. De ezt róla túl lehet unni. Tehát, hogy ez a fiú bizonygatja a lánynak, hogy de igenis, és egy csomó helyen ez van. Tehát, hogy rengetegen használják. Igen. Én megértem, hogy miért csak... Tök jó lenne, ha erről így elmozdulnának az írók. Igen, tehát hogyha valaki is szereti a saját úgymond középszerűségét, és úgyis szépnek látja magát, hogy nem felel meg a szép elvárásnak, mit tudom én, mert mit tudom én, más a bőrszíne, vagy mert mit tudom én, túlsúlyos, vagy göndör a haja. Amúgy ott úgy kivagyok akadva, hogy a göndör hajat így degradálják egy csomó szóval. Ennek az olyan szép. Szerintem is. Nőkön, pasikon, mindenhol. Sokkal jobb, mint ez, ami nekem van. Mondjuk én szeretem, hogy a hajam egyenes, mániás, és konkrétan olyan, hogy ha be is akarom göndöríteni, 2 órát adok neki, és bármilyen, tehát tök mindegy, milyen lakkal fújod le, tök mindegy, mivel égeted be, az én hajam az egyenes. Szeretem. De hogy amúgy abszolút tök szeretem a göndörhajat is, mert mint így tök szépnek tartom, és nem fura, amikor valaki amiatt érzi magát, így nem annyira szépnek, mert hogy neki ilyen lobonc haja van. A göndörhaj az tökéletes, az egyenes haj is könnyen kezelhető, ami nagyon necces, az a hullámos. Tehát a göndörhajjal meg lehet úgy létezni, hogy nem fésülöd 2 hajmosás között. Tökéletesen megvan saját magával. Az egyenes hajat akár fésülöd, akár nem egyenes lesz. A hullámos, hogyha fésülöd, akkor úgy néz ki, mint most az enyém, tehát úgy néz ki, mintha így felpúposodna az egész, mintha Szimba lennék, vagy nem tudom. Viszont, hogyha nem fésülöm, akkor olyan kócos vagyok, mint szörnyel a defrász. És ez a közhaj, legalább a színet szép. Nos, ezek lennének azok a klisék, amiket nagyon-nagyon szeretünk. Köszönöm Anninak is, hogy beugrott és kölcsönött a hátterét. Nagyon szívesen. Iratkozzatok fel rá, és kommentben írjátok rá, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha szeretnétek több közös videót látni, kacsint. Köszönjük még én, viszlátok közel, sziasztok! Sziasztok!